Szervusztok, kedves szép barátaim! A mai napon nem mással fogunk játszani, mint a Gálió nevezetű championnel. Azért, mert jó. Jó van. Hú, elég rég gálióztam már az a helyzet, szóval remélem menni fog. Kezdek Q-val, mert most hirtelen azt sem tudom, mik a többi képességei. Oké. Okay. Van a lökő cucc, ez a Q, ami ilyen cucc. Meg van a W, ami egy idő után tauntol, meg valami shield genyó. Oké. Okay. Az ulti meg majd a becsapódás lesz. Nem szeretem a LeBlancot, mert a passzívja, amikor ugye megduplázódik a LeBlanc, akkor előtte egy kis ideig láthatatlan lesz, aztán az olyan rossz olyankor, hogy nem látod. Ez folyton zavar. Remélem a Kha'Zix már elment topról. Nice, ú. Kár volt leignájtolni a Nezusznek. Maga a clearje egyébként egész jó. A Gálionak, ugye a Q-val elég szépen lehet szedni ilyen kis területi cuccal jungle-t. Aztán ja, Q-t is maxolunk, by the way. Szóval ja, a build meg még nem tudom, hogy hogy fog kinézni. Valószínűleg ilyen tankos szerűség lesz az egész. Valahogy így. El kéne vinni a Drake-et, amíg a Kha'Zix topon van. Ultival majd talán kicsit meg fognak könnyebbülni a genkek. Főleg a botlénre, szerintem egy Gálióval nagyon jól lehet genkelni botlénre, ha fullba be vannak szinte pusholva. Jól meg lehet játszani a dolgot. Az kell nekem. Egy minion kéne a level 6-hoz. Nezusz meghal, vajon? Ja, nice. Jó, ez most jó lehet. Csak az a baj, hogy most nincs az senki, akire ráultizhatnék. Pedig az ilyen szituációkban fullos. Valahogy úgy érzem, hogy a enemy csapatnak kicsit jobb a csapat kommunikációja, mint a miénk. Valamint kicsit érdekes volt, hogy a Veigar
Morganát ultiszta le, amikor ott volt egy 4-1-es Kha'Zix, meg az ADC, meg mit tudom én, és a Veigarra Morganát ultiszta le. Nem azért, de azt a tauntot hogy megjátszottam. Ezt el kell kapni. Nice szó. De jó, hogy mindent elmisszelek. Pedig megkentük volna. Shit. Pingeljé, fiam. Na, elkezdtem egyébként a varmogot buildelni, de ráeszméltem arra, hogy a jégkesztyű igen csak jobb döntés lenne előtte. Szóval, ja, ezt fogom most megvenni, aztán utána felőlem mehet a varmog. Ez nagyon manás. Alig nyomtam egy pár cuccot, az nulla mana. Azonnal ide ezt a blue buffot. Mi a pisztoly? Hú, az nice. What the fuck? Nagy gád lehet ez a LeBlanc. Spirit se lehet olyan rossz egyébként, lehet, hogy ezt megveszem. Legyen. Áj, nem hiszem el. Még talán a Kha'Zixot meg is daráltam volna egyedül, de az a kettő nem hiányzott. Egyébként ez az egy rohadt idegesítő a Gálióba, hogy eznél valaki eléd áll és egyszerűen megakadsz. Vagy lehet, hogy csak szimplán nem kéne menekülésre használni az E-t. És akkor nem idegesítene ez fel. Mindig beleállnak. Komolyan mondom, lehet tírt kellett volna venni ennek a Gáliónak, mert nagyon eszi a manát.
Ennyi idő alatt szerintem már felsztekkeltem volna azt a tírt. Azaz. Végre valakit knock-up-oltam az ultimmal. És ennyi volt a mana készlet. Elfogyott. Elnézést, uram, maga mit művel? Oh. Végre egyszer jól tudtam használni az elmet a menekülésre. És nem volt előttem senki, akiből megakadhattam volna. Az karcolt, fiam. Nincs manám, nincs manám. Mert ez egy jó csemp. Mindenek előtt el kell vinni a blue buffot. Föl kell készülni, hogy legyen mana. Vidd el, te koporsó! Ez jó kis play volt amúgy. Fel is adták. GG's. Na hát srácok, ez volt a Galio tőlem. Nem mondanám azt, hogy a életem legjobb meccse volt vele, mert rég játszottam már vele, szóval annyira nem ment a legjobban. De hát ez volt a Galio. Ami jó a jungle-ben. Egész jó a jungle-ben. Szóval, ja. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, köszönöm, hogy itt voltatok. Mit kell még mondani? Legyetek jók, jövök majd a többi videóval. Sziasztok! No scar, but I left my mark. My friend got cleaned and OD'd. Life is just that dark.